Ez a Hír 18, a járság híradója 18 településről 18 órakor. A képviselő Info novemberi adásában aktualitásokról kérdeztük Pócs János országgyűlési képviselőt. A Csányi Alapítvány közösségi házainak természetfotóiból nyílt kiállítás Jászberényben a Déli Néhat galériában. A Jászárok Szállási Spisák Ács Adrien lett a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság 21. lépcsőfutó bajnokság egyéni női abszolút győztese. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják, szerdán 18 településről 18 órától. Orbán Viktor mosolyogva üzent, hogy a tél közeleg. Tényleg ötszörös extra profitot szed a kormány a gázon? Milyen a jászsági közbiztonság röviden? Elég a kiegészítő nyugdíjemelés és az előrehozott minimálbéremelés az inflációs harc újabb elemeként? Mi a helyzet a Berényi MVM trafóállomás felújításával? A képviselő Info novemberi adásában főként ezekről kérdeztük Pócs János országgyűlési képviselőt. A teljes műsort megtekinteti a JTTV online felületein is. A jövő elkezdődött, ez 25 éve volt. Ekkor kezdődött a politikai karrierje? Igen, 25 évvel ezelőtt léptem be elsőként mondjuk úgy a politika világában. Ez egy kampányfilm volt annak idén a Fidesz részére, és 1998-ban indultam első alkalommal önkormányzati képviselőnek, utána volt sok önkormányzati választás, polgármester, majd országgyűlési választások, és minden egyes választást megnyertem. Nosztalgikus hangvételben indult a fél óránál is hosszabb novemberi képviselő info, melyben nem csak az elmúlt hetek történéseire reflektáltunk, a szerkesztő és a kormánypárti honatja különböző szemszögéből. Azt rebesgetik, hogy tisztogatás folyik a jászberényi, vagy hát a Jásznakon Szolnok megyei, hogy pontos legyek, kormányhivatalban. Mit tud az elmúlt hetek és hónapok kirúgásairól? Racionalizálás van, tisztogatás nincs, ami azt jelenti, hogy az informatikai rendszertől kezdve mindennek a korszerűsítése lehetővé tesz különböző összevonásokat, amivel egyszerűbb és hatékonyabb a kormányhivatal működése. A műsor első felében az azonnali válaszok mellett a kiegészítő nyugdíjemelés, az előrehozott minimálbéremelés és a Csoplusz témái kerültek elő a kormányrovat végéig. Ilyen mértékű családtámogatás, hogy három gyerek esetében összevonva a falusi csokkal akár 51 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a családok, ilyen nincs. És láttuk, hogy voltak különböző kritikai észrevételek a falusi csokkal kapcsolatban, hogy miért nem ennek meg, azt mindent kiköszöröltünk. Össze lehet vonni a falusi csokkal, a mai kamat viszonyokhoz képest garantáltan 3% hitelt kell fizetni, vagy kamatot kell fizetni, még erre is moratóriumot lehet az első gyermek esetében kérni. Egy gyermek után 15 millió forint, két gyermek után 30 millió forint engedhető el, három gyermeknél az 50 millió forint is igényelhető, tehát ettől többet tenni, hogy a gyermek a Jóisten ajándékaként a szülő is úgy érezze, hogy ez nem áldozat, hanem valóban ajándék, amit meg kell tenni, ettől többet nem hiszem, hogy lehet tenni. Kérdéseink érintették az MVM trafóállomás felújítását is, melyről megtudtuk, hogy a műszerek beszabályozása zajlik, ami időnként okozza azokat a rövid áramszüneteket, melyeket még mindig tapasztalunk. A képviselő azt is kifejtette, hogy ha valakinek ebből adódóan kárigénye keletkezik, akkor keresse az MVM ügyfélszolgálatát. A jászságrovat fontos témája volt a jászsági közbiztonság, melyben feszítő probléma a dizájner drogok terjesztése. Sajnos a kábítószer az mindenhol kiemelkedő, a kormány is tudja ezt, a frakciúlésen én magam is felvetettem, és kiemelt hadjáratot fogunk indítani a kábítószer bűnözés, illetve terjesztéssel kapcsolatban. Ahogy láthatjuk, heti szinten, szinte majdnem, hogy minden jászsági településről egy-egy komoly dílerbandát visznek el, és e helyről is üzenem. Mindenki, aki a kábítószer terjesztéssel foglalkozik, az megy a többiek után a börtönbe. Még akkor is, hogyha egy hosszú időszak, mert nem csak az utcai terítőt kell lekapcsolni, hanem vele együtt a dílert és az egész hálózatot. A teljes magazint keresse televíziónk Facebook oldalán és YouTube csatornáján, illetve a jttv.hu oldalon.
A Csányi Alapítvány közösségi házainak természetfotóiból nyílt kiállítás Jászberényben, az Alapítvány Dériné 6 galériájában. A december 2-áig látogatható tárlaton a fiatal természetfotósok elmúlt 2 évben készült képeiből válogatva állították össze a bemutatóanyagot. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Idén is lesz élő adventi kalendárium Jászárokszálláson és Jászapátén. A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai az őszi szomorúságra, depresszióra hívják fel a figyelmet. Ismét csatlakozott a Lehel Filmszínház az Európai Árt mozinaphoz. Rövid híreink következnek. Az őszi hónapokban, mikor az időjárás hidegebbre fordul, az emberek visszahúzódnak. Az élet visszaszorul a lakások mélyére. Ebben az időszakban az alapvető érzés a szomorúság. Az ősz sötétsége a kevésbé felemelő gondolatokat hívja elő. A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai arra szeretnék felhívni a figyelmet, meddig egészséges a szomorúság. November 10-én délután 4 órától a Jászberényi Városi Könyvtár 3. emeletén. Előadás első részében bemutatom a szomorúság és a depresszió közötti különbséget, a depresszió tüneteit, a téli szezonális depressziót. Mindenképpen szó esik a közösségi médiában való kommunikálásról is, amely depresszió esetén megváltozik. Előadáson fő gondolata mégis a felismerés fontossága, hisz a kezelés nélküli depresszió legszomorúbb következménye az öngyilkossági kísérlet. És sajnos az öngyilkossággal kapcsolatban számos tévhit él az emberek fejében, amelyek megakadályozhatják a megelőzést a szakemberhez való eljutást. Előadásom második részében pedig a magányról és a társas kapcsolatok, a közösség szerepéről fogok beszélni. Kiemelte, az emberi kapcsolatok gyógyereje felbecsülhetetlen elmagányosodott világunkban. Ezért újabb programsorozatot indítottak, hogy a résztvevők találkozhassanak olyan személyekkel, akikkel azonos az érdeklődésük. Legyen még egy hely, ahol jól érzik magukat, ahol tudnak pozitívak lenni, ahol tudják segíteni egymást. Szellemileg aktívak maradjanak és sokat mosolyogjanak, nevessenek. Így minden hónapban várnak szeretettel mindenkit az Én Idő klubba. Az EFI iroda munkatársai a többi klub előadás alkalmaira is várnak minden érdeklődött. Legközelebb az Alzheimer kafén tehetnek virtuális kirándulást a demenciával élők világába. A napokban jelent meg a Jászárokszállási Petőfi Művelődési Ház és a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ online oldalán, hogy idén is várják a jelentkezőket az élő adventi naptárhoz. Az élő adventi naptár lényege, hogy december 1-e és 24-e között minden nap felgyulladnak a fények az adott település valamelyik házánál, intézményénél, üzleténél, illetve ablakukban, hasonlóan ahhoz, hogy az adventi kalendáriumban is minden nap kinyitunk egy ablakot. Így van ez Jászárokszálláson már 5., Jászapátin pedig 2. éve. 2 éve már a pandémia helyzet több mindent megenged, így nem csak az ablakokban világított számot lehet megkeresni, hanem az adott háznál sokszor vendéglátásban is részesül a látogató. Az aktuális nap reggelén az intézmények Facebook oldalán közzétesznek Apátin egy útmutatást, Árokszálláson az utca nevét, így a számokat keresők könnyebben megtalálják az aznap este kinyíló, vagyis ünnepi fénybe öltöző ablakokat. A posztok alatt szívesen várják a megtalált kidíszített házak fotóit is. Nyolcadik alkalommal várja a művészmozikat és az európai filmeket kedvelő közönséget az Európai Art Mozinap, amelyhez idén is csatlakozott a Jászberényi Lehel Filmszínház. A rendezvényt november 12-én vasárnap 38 ország több száz artmoziában tartják meg. A nemzetközi esemény célja az, hogy felhívja a figyelmet a művészmozik, mint kulturális terek fontosságára, valamint az európai filmművészet sokszínűségére. Számos európai, fesztiváldíjazott film különlegességet láthat premier előtt a közönség. A hazai programsorozat az Artmozi Egyesület szervezésében a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg. A kezdeményezéshez idén is csatlakozott, csak nem az összes hazai Artmozi, így a Lehel Filmszínház is, ahogy ezt teszi ezt évek óta. Jászberényben is változatos a kínálat. A vasárnapi programban szerepel egy norvég családi animációs film, egy finn dráma, egy spanyol vígjáték, valamint egy magyar film, ami ötvezi a politikai thrillerek és a drámák elemeit.
A Csányi Alapítvány közösségi házainak természetfotóiból nyílt kiállítás Jászberényben az Alapítvány Dériné 6 galériájában. A december 2-áig látogatható tárlaton a fiatal természetfotósok elmúlt 2 évben készült képeiből válogatva állították össze a bemutatóanyagát. Fiatal természetfotósok képeiből nyílt tárlat Jászberényben. A Csányi Alapítvány közösségi házainak tagjai elmúlt 2 évben készített munkáiból állították össze a vándorkiállítást, amely most Jászberénybe érkezett. A mentorom motivációjára, motiválására kezdtünk el a fotózással foglalkozni. A csoportomon belül nem csak én foglalkozom ezzel, hanem az én, tehát így az egyetemesták, tehát a nagyok úgymond, nagyok közül is többen foglalkozunk ezzel. Terepre kijártunk, ahol ugye környezetet is jobban, természetismerettel is így foglalkoztunk, és utána ez fokozatosan átalakult egyre inkább a természetfotó irányába, és utána, hogy a kisebb csoporttársainkat felvettük, így ahogy már említettem, ugye egyre inkább tanár szerepbe kerültünk, hát így szerencsére ez a tevékenység fenn tudott maradni. A vándor kiállításon 24 kép látható, a Szegedi mellett a Jász Szentesi és Nagybajomi közösségi ház fiataljainak munkáját tartalmazza. És hát nagy öröm számukra, hogy nem csak mi, hanem vendégek is érkeztek. Szeretettel köszöntjük őket is. Dr. Radoszáv Miklós, az alapítvány operatív igazgatója nyitotta meg a bemutatót a Berényi közösségi ház fiataljainak közreműködésével. Közösségi foglalkozások, workshopok, fotós táborok munkájának gyümölcsét láthatják az érdeklődők. Nagyon szeretek kijárni a természetben, és ilyenkor, amikor fotózunk, a legkisebb részletekre is odafigyelünk, és ezt nagyon fantasztikusnak találom. Nemrég tértünk át a madárfotózásra, amihez ugye nagyon óvatosnak kell lenni, a cserkészéshez nagyon sok türelem és figyelem kell, és ez egy szinten megnyugtató is tud lenni. Valamint az is motivál, hogy látom, hogy a többiek hogy dolgoznak, és nagyon jól érzem magam az ő közösségükben így együtt. A természeti pillanatképeket december 2-áig láthatják az érdeklődők a Csányi Alapítvány Dériné 6 galériájában. Októberben Jászapátin vendégeskedett a Nemzeti Színház Dériné programjának keretében a Lovagias ügy című előadás Bakos Kis Gábor rendezésében. A darab az 1935-ös világválság éveibe, egy tisztes főkönyvelő szerelmi háromszögébe és egy elcsattanó pofon következményeibe repít minket. Mi ez a skandallum? 1935-öt írunk a gazdasági világválság után. Virág úr, 50-es éveiben járó főkönyvelő, aki 30 éve dolgozik munkahelyén, ahol fura szerelmi háromszögbe bonyolódik Izikével, a főnök titkárnőjével és a főnök nyegle unokaöccsével, Balival. Innen már csak egy lépés a féltékenység gerjesztette cívódás és a közben elcsattanó, sorsfordító pofon, melynek hatásai egy kisember önbecsülésében indítanak el változást. Önbecsülést. A kisember hogy jut el odáig, hogy na most már elég, és kiállok magamért. Virág Andor, akit én játszom, a híres szerepe volt Kabos Gyulának, egy irodai szobanövény, a kisember, akire mindig lehet számítani, mindig ott van a támogató, a segítő, akit igazából észre se vesznek csak akkor, hogyha nincs ott. És egyszer elszakad a cérna nála egy bizonyos eset miatt, hát mondjuk ki, szerintem sokan látták a filmet, egy pofon miatt, és az önbecsülés. Engem kérem, pofon ütöttek, én elítéltek kérlek. És miféle elítéltet, ha szabad kérdeznem? Én ezzel nem dolgozom többet egy szobában. A Lovagias ügy darab szerintem olyan, mint egy igazi kis színházi ékszerdoboz. Egy olyan letűnt kort mutat meg, amikor még egy elcsattanó pofon igenis nagy súllyal bírt. És ennek van egy nagy bája, és egy tragédiája is, hogy ez eltűnt, ugyanakkor nagyon kedves a történet, ahogy azt látjuk, hogy egy irodai pofonból milyen nagy konfliktus szövődik egészen úgy, hogy a főszereplő Virág úr haza is viszi azt. Én úgy ott hagyom, amilyen nevem nekem ebben a szakmában van, ha én egyszer önállósítom magamat, ha én egyszer szerzek egy ügynökséget, amilyen nevem nekem ebben a szakmában. Jézus Mária, Andor, hát kilépni a biztos kenyérből ezekben a nehéz időben. Igen, kilépni.
könyvelő tragédiáján túl egy szerelmi szál is szárba szökken a vígjátékban. Virág úr leánya, a Jászberényi kötődésű művésznő Vas Judit Gigi által megformált baba belehaborodik a pofonosztó paliba. Na képzelhetik, hogy ez milyen kaliba. Babát játszom a történetben, aki beleszeret a fiúba, aki az apukáját pofon vágta az irodában. Nyilván én ezt nem tudom, ez egy nagyon naív lány, fiatal, még soha nem volt igazán szerelmes, ennek van egy nagyon izgalmas oldala, közben pedig egy kihívás nekem, hiszen korban már a karakterhez képest én egy 10 évvel idősebb vagyok, ezért vissza kell mennem azokhoz az időkhöz, ahhoz a naivitáshoz és ahhoz a szemléletmódhoz, amikor az ember még csak elkezdi tapasztalni ezeket az érzéseket, érzelmeket. A Déliné program folytatja küldetését, hogy ha csak egy rövid időre is, de a színház kedvelők kiszabaduljanak a hétköznapok fogságából, és igazi értéket képviselő élményekkel töltődhessenek fel vidéken is. Az igazi jó vígjáték szerintem az, amelyik egy kicsit el is gondolkodtat, és egy kicsit, hogy mondjam, tehát nem csak az, hogy így csinálok, és már röhög a néző, hanem valahogy, hogy vigyen is haza valamit belőle, az a jó vígjáték szerintem, és én azt gondolom, hogy a Lovagias ügyjel, ezzel az előadásunkkal megütjük ezt a szintet. A Déliné Társulat célja az a társadalmi küldetés, hogy repertoáriával megteremtsen egy olyan egységet, melyre mindannyian közös, kulturális alapértékként tekinthetünk. Mindezt reméljük, hogy minél többször bizonyítják a jövőben is a jászsági művházak színpadjain. November 5-én vasárnap két női röplabda mérkőzést is láthattak a sportkedvelők a Jászság fővárosában, hiszen a Jászberényi Röplabda Klub csapata mellett egy újonnan alakult együttes is bemutatkozott, nevezetesen a Jászsági Röplabda Klub. Mindkét együttes hazai pályán fogadta soron következő ellenfelét, amelyek rövid összefoglalóját a következő percekben láthatjuk. Az újonnan alakult Jászsági RK hazai pályának a JP Arénát választotta az NB2 kelet csoportjában lejátszandó hazai mérkőzések lebonyolítására. November első vasárnapján a Debreceni Egyetem női csapatát látták vendégül, ami már a második meccsük volt a bajnokság megkezdése óta. Nos, a küzdőtéren több ismert játékost láthattunk. Többek között a volt extraligás Ivana Gardovicsot, szintén a volt korábbi IRK játékost Kun Boglárka Abigélt, mint csapatkapitányt, valamint több éves kihagyás után visszatért Kovács Fatime is, aki a feladó fontos szerepét töltötte be új klubjában. Az első szetben sokáig vezettek, de a végjátékot elrontották. A második játszmában pedig nagyon elengedték a debrecenieket, és csak 18-ig tudtak felzárkózni. A harmadik etapot viszont remekül kezdték, és volt, mikor már 6 ponttal is vezettek. Ám a rutinosabb Civisváros röpisei 20-nál beérték őket, és végül 3-0 arányban megnyerték a mérkőzést. Ugye az első és a harmadik szett az kimondottan szoros volt, ugye ott a közepén egy kicsit leeresztettünk. Úgy gondolom, hogy mivel friss egyesület vagyunk, ezért a koncentráció képesség megtartása az nehezebb, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a jövőben menni fog. A csapatkapitány szerint össze kell még kovácsolniuk a fiatal és a tapasztaltabbak játékát, és majd a következő években szeretnének magasabb osztályban játszani. Mi lett a cél majd? Fejlődni, bővülni, és hogyha nem is idén, de későbbiekben a 2 éven belül feljutni. A következő hétvégén Egerben vendégszerepel a Jászsági Röplabda Klub női csapata. November 5-én vasárnap késő délután egy másik röplabda mérkőzést is láthattunk a Jászság fővárosában. A Jászberényi volleyball team szokott helyén a Bercsényi úti játékcsarnokban az eddig nyeretlen Eger röplabdásait látta vendégül. Így mindenképpen a stabil második helyen tanyázó Berényi együttes volt az esélyes, és ennek megfelelően az első szettet 18, a másodikat pedig 25-20-ra nyerték. A harmadik etapban az egriek természetesen szerettek volna szépíteni, de a Berényi fiatalokból álló együttes nem hagyta magát. Több jó megoldást láthattunk tőlük, így biztosan haladtak előre. És amikor már 20-14-re vezettek, érezhető volt,
hogy ezt a játszmát is behúzzák. Ez nem sokkal később Fodor Lili szép ejtésével be is következett. Így természetes, hogy nem maradt el a körtánc. Nagyon sok próbálkozunk a csapat állása mindenre. Nézünk, hogy hol ki a poszton megfelelő és legalkalmasabb és leghasznosabb a csapatnak. Utolsó szedbe sikerült majdnem mindenkinek bevetetni a pálya. Egy pár ember kivétel, de van persze a hibák, amit szeretünk pici javítani, de gratulálok a csapatnak, és elégedett vagyok a minden játékkal. Az edző, mint hallottuk, elégedett volt játékosaival, hiszen egyre jobb teljesítményt nyújtanak. De ettől függetlenül még sokat kell tanulniuk. Egyre jobban szerzünk a rutin, és egyre jobban szokja egymásnak a csapata, és ebből nagyon látom a pozitív dolgokat. Egy pár ember most kezdenek zárkozni, meglepetések okoznak, amikor bejönnek a pályára, és nagyon csodálatosan játszanak. Néha egy pár hibá, de nagyon még legelején vagyunk. Ország Larisza csapata a következő vasárnap ismét Debrecenbe látogat, de most az ötvös díjasebb vendégekként lépnek majd pályára. A jászárokszállási Spisákács Adrien lett a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság 21. lépcsőfutó bajnokság egyéni női abszolút győztese és főigazgatói dicsérettel térhetett haza. Telefonos interjúban mesél a kezdetekről, a felkészülésről, a versenyről és jövőbeli terveiről. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság október 28-án új helyszínen Magyarország legmagasabb irodaépületében a MOL Campusban tartotta meg hagyományos lépcsőfutó bajnokságát, amelyen 82 hivatásos, 20 önkéntes, 16 magyar és 6 horvát létesítményi tűzoltó vett részt. A versenyzők egyéni férfi és női kategóriában, illetve párosban indulhattak több korcsoportban. A rajtól a célig 34 emeletet összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük. A verseny abszolút női győztese a jászárokszállási Spisákács Adrien lett. A sport az mindig is szerves része volt életemben, már kiskorom óta, de igazából mindig valami más. A igaz futással kezdődött az általános iskolában, amikor a testnevelő tanárjaim rendszeresen elhordtak minket a versenyre, és akkor tovább folytattam kézilabdával, tájfutással, triatlonozással, és 17 évvel ezelőtt csatlakoztam először az önkéntes tűzoltó egyesülethez jászárokszálláson, ami igazából rögtön nagy szerelem lett számomra. Úgy fogalmazott, nagyon sokat köszönhet az egyesületnek. Ha a parancsnok úr nem támogatná felszerelésben, akkor nem tudná megvalósítani ezeket a versenyeket. Mezei Tibor volt, aki 5 éve felhívta a figyelmét a lépcsőfutó versenyre. Adrien legelső megmérettetése Szegeden volt, folyó melletti lépcsőkön kellett fellefutnia. Úgy fogalmazott, akkor beleszeretett ebbe a sportba. Nem volt kérdés, hogy az épületben zajló versenyeken is részt fog venni. Egy 33. emeletre felfutni a mínusz 3. negyedik szintről légző felszerelésben nagyon megterhelő. Nem csak fizikálisan, lelkileg is, mert ugye igazából van egy palacka hátadon, és a levegőt nem a te szádon. Úgymond nem a szádon keresztül veszed, hanem ez a légző felszerelés biztosítja, tehát itt egy kicsit bezártság érzete is van az embernek, és rá van hagyatkozva el a palackra. Úgy fogalmazott, egy ilyen versenyre nem csak fizikálisan, lelkileg is készülni kell. Izgulós típusként jellemezte magát, de kiemelte, mindig vannak, akik támogatják, és az erőt ad neki. Még akkor is, ha úgy érzi, nem volt teljes a lelki felkészülése a verseny előtt, mint a legutóbbi bajnokságnál. A férjem az maximálisan, ő is tűzoltó volt, de én úgy érzem, ha nem lett volna tűzoltó, ő is támogatna akkor is. Volt egy ember az életemben, az édesapám, aki már egyébként nincs közöttünk. Tehát a legutolsó versenyemen úgy tudtam leküzdeni ezt a izgalmat, hogy édesapámhoz voltam, és tőle kértem segítséget, és meg is sikerült is megnyugodnom. És ezen a versenyen sokan mondták, hogy a utolsó emeletek, az utolsó lépcsők voltak a nehezebbek. Nekem ez pont fordítva volt, mert ahogy említettem, én az elején izgultam, és kértem, és én úgy érzem, kaptam is segítséget az édesapámtól, és ahogy haladtam felfele, és éreztem ezt a segítséget, egyre könnyebbek lettek az emeletek.
Spisák Ács Adrián így lett a 21. lépcsőfutóbajnokság egyéni női abszolút győztese, és kapott a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagyúrtól külön főigazgatói dicséretet a megtett 34 emelet után. És ez a verseny csak egy az ő pályafutásából, ami még korán sem ért véget. Egy párat kiemelt az elmúlt időszakból, például a Guinness rekordok kísérletét. Lehetett egyszer, kétszer, háromszor teljesíteni a 22 emeletet. Én és a férjem, illetve egy nagyon kedves résztvevő, a Lenkó István, mi háromszor teljesítettük ezt a versenyt, és a Guinness rekordok könyvébe még nincs eredmény, hogy bekerülünk el, de nagy valószínűséggel úgy gondoljuk, hogy igen, ez még elbírálás alatt van. Magyarországi viszonylatban mindenképpen kiemelkedő teljesítmény, de Horvátországban, Zágrábban is állt lépcsőfutóverseny dobogójának legfelső fokán nemrég, ahol mint nő egyedül képviselte Magyarországot. A legutolsó verseny az a Mólszik házában volt egy pár héttel ezelőtt, és itt is sikerült nagyon jó eredményt elérnem, és idén folytatni fogjuk a külföldi versenysorozatot, ismét elindulunk Zágrábba egy kis magyarországi csapattal. Teljes erőbedobással és szívvel folytatja a versenyzést a jövőben is férjével, akit szintén egy sportrendezvényen ismert meg. Műsorunk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. A Képviselő Info novemberi adásában aktualitásokról kérdeztük Pócs János országgyűlési képviselőt. A Csányi Alapítvány közösségi házainak természetfotóiból nyílt kiállítás Jászberényben a Déli Néhat galériában. A jászárokszállási Spisák Ács Adrián lett a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 21. lépcsőfutó bajnokság egyéni női abszolút győztese. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.